A Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület célja a jégkorong sport újraindítása. Korábban a Polipok néven ismert csapat indult az OB2-es bajnokságban, ma viszont már csak hobbiból játszanak. A szülők kezdeményezésére a szövetség lehetőséget biztosított az utánpótlás csapat indításához. Németh Pétertől megtudtuk, hogy a TAO támogatta a programot. A lehetősége nyílik a jégkorong sportágnak az öt látvány sportág között arra, hogy évente pályázva fejlessze a lehetőségeit, mind a személyállományát, mind a eszközállományát. A régi hoki csapat és az egyesület is támogatja a fiatalokat. Az edző elmondta, télen rendszeresen edzenek majd a jégpályán, de tavasszal és nyáron sem hanyagolják el az edzéseket. Ekkor görkorcsolyáznak és balhokit játszanak majd. A nyári időszakban, tehát ez azt jelenti, hogy márciustól szeptemberig mindenképpen száraz edzések lesznek, és hogyha lesz lehetőségünk, akkor egész biztos, hogy heti egy alkalommal el fogunk menni olyan városba, ahol van jég. Ez potenciálisan Székesfehérvárt, vagy pedig Érsekújvárt jelenti. Németh Péter azt is elmondta, télen is van lehetőség a sportolás a Tatabányán. A jégkorongon kívül több mesterséges szánkódomb is van a városban, valamint a Csákányos pusztán lévő sífelvonó felújítását is megkezdték már.